A mi édesapánk, aki most elment autóval, neked csak Antalbá. Ők pedig az unokatestvéreink, Endre, meg ez itt. Október 23-án a hagyományokhoz hűen az 56-os forradalom hőseire emlékezett Székesfehérvár is. Nagy Judit rendezésében az ideiglenesen Korvin közzé átalakított Városháztéren Urbán Péter az utolsó őrség című darabjával idézték meg az eseményeket. A drámai és mélységesen emberi történéseket Pongrácz Gergely, a Korvin köz parancsnoka visszaemlékezései inspirálták. Sok filmet megnéztünk a gyerekekkel, mielőtt elkezdtük próbálni a darabot. Többek között a visszaemlékezőkkel készült interjúkat is, amit a parlamenti televízió készített, valamint ugye Péter nagyon sok forrás anyagot használt. Alapvetően Pongrácz Gergely naplójára és a vele készült interjúkra alapozta a darabot, de nagyon sok más forrás is van benne, és mi ezt mind megtekintettük, megnéztük, utána néztünk. De ő nem olyan, ő nemzeti kommunista. Van olyan! A darab alapvetésein túl maga a szerző és diákokkal képzelte el a történet hiteles megjelenítését, így az előadás dramaturgia és rendezője Nagy Judit a Szabad Színház tagjaival kiegészült Vasvári utánpótlás csoport fiataljaival és a Szabó Dániel Ferenc, Szabó Takács Noémi duó zenei közreműködésével állította színpadra a művet. A karaktert, akinek a bőrébe bújtam, Csabának hívják, ugye Antalnak a fia, egy 19 éves vérbeli zsivány, utcagyerek. Amit nagy vonalakba el tudok mondani erről a karakterről, hogy ő töményen ott volt a forradalmi harcokban, élharcosnak is nevezhetjük, és egy vezető jellem. A darab üzenet is a fiataloktól, akik 1956. októberében ezekben a napokban felálltak, elindultak, kimondták azokat a vágyakat, amikre az emberek évek óta még csak gondolni is alig mertek. Elindultak és fegyvert fogtak, és mindent feláldozva hittek abban, hogy a harccal változást érhetnek el. Az ősbemutatóként létrejövő produkció Székesfehérvár megyei jogú város, a programszervező Kft. És a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhatott meg.